Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják szerda este 19 órakor. Mutatjuk, miről lesz szó a mai híradóban. Folyamatosan zajlik a tankönyvosztás az iskolákban. Az Izsáki út felújítása miatt megszűnt egy gyalogátkelő, valamint egy balra kanyarodási lehetőség. Besúrranó tolvajok jelentek meg Kadafalván. Folyamatosan zajlik a tankönyvosztás az iskolákban, sok helyen már megkapták az idei tanévre a csomagot, azonban a legtöbb intézmény szeptember 1-én adja át a könyveket a diákoknak. Ablakon keresztül adták ki ma a tankönyveket a felső tagozatosoknak a Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában. Az alsósok, valamint a középiskolások szeptember 1-én kapják készhez a csomagot. Ebben az iskolában a 13. osztályosokat leszámítva 732-en kezdik meg az új tanévet. Az intézmények közül többen már kiosztották a nyomtatott taneszközöket, de sok helyen szeptember 1-én kapják meg a gyermekek a könyveket. A kormány az elmúlt években a családtámogatások részévé tette az ingyenes tankönyvtámogatást, melynek köszönhetően a tanévkezdéskor több 10 000 forintos kiadás alól mentesülnek a családok. Minden nehézség és árnövekedés ellenére továbbra is ingyenesen és pontosan érkeznek a tankönyvek az iskolákba, mondta korábban Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. A tanévkezdésig 13 millió új tankönyv érkezik meg az ország közoktatási intézményeibe. Szeptember 1-én kezdetét veszi az újabb iskolai tanév, ezzel párhuzamosan a forgalomnövekedésre is számíthatnak a közlekedők. Az útfelújítások miatt is több helyen torlódások lehetnek. Holnaptól érdemes korábban elindulni és fokozottan figyelni az utakon. A hazai építőgéptársulás ZRT tájékoztatása szerint az 52-es főút négysávosítási munkái miatt újabb forgalomkorlátozások léptek életbe. Az Izsáki út felújítása miatt megszűnt egy gyalogátkelő, valamint egy balra kanyarodási lehetőség. Így a Boldogasszony utcai és a Garam utcai gyalogos átkelő ideiglenesen megszűnt, a Dr. Szobonya Zoltán utcából pedig nem lehet balra kanyarodni az 52-es főútra. Az Izsáki út felújítási munkálatai nagy részben érintik a kecskeméti Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolához és a Katona József Gimnáziumhoz való eljutást is. Széjártó István, a Hazai Építőgéptársulás ZRT építésvezetője azt kéri, az itt közlekedők fokozottan figyeljék a forgalomkorlátozásokat. Az Izsáki út és a más közútfelújítási projektek kapcsán érdemes meggondolni, hogy személyautóval induljunk-e útnak, mivel van megoldás a közösségi közlekedésben is. Szeptember 1-től ugyanaz a menetrend lesz érvényben a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Autóbuszjáratain, mint a tanév végén. Az Izsáki úton közlekedő egyes járathoz pedig pluszbuszokat helyeznek majd üzembe a csúcsidőszakokban, tájékoztatta Hári Ernő, a Kecskeméti Közlekedési Központ ügyvezetője a Kecskeméti Televíziót. Fontos észben tartani, hogy az utakon ismét több gyermek lesz majd, ezért a balesetek elkerülése érdekében fokozott figyelemmel kell közlekedni az oktatási intézmények környékén. Az útfelújítások miatt is érdemes mindenkinek korábban elindulnia. Szeptember 5-éig lehet jelentkezni az októberi-novemberi érettségi vizsgákra. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek, közölte az Oktatási Hivatal ma délelőtt az MTI-vel. Pár napig, pontosan szeptember 5-éig lehet jelentkezni az októberi-novemberi érettségi vizsgákra. Az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtására szóló legfontosabb információk megtalálhatóak az Oktatási Hivatal honlapján. Az őszi érettségi vizsgaidőszak október 14-től november 25-ig tart. Az írásbeli vizsgákat október 14 és 27-e között tartják meg. Az emelszintű szóbeli vizsgákat november 10 és 14-e, a középszintű szóbeli vizsgákat pedig november 21 és 25-e között szervezik meg. Bővebb információkat az Oktatási Hivatal honlapján olvashatnak. Besúrranó tolvajok garázdálkodnak Kadafalván. Augusztus 29-én a Granada Hotelbe törtek be az elkövetők, megrongálták a bejárati ajtót, majd készpénzt loptak, de a napokban több lakásnál is próbálkoztak a tolvajok. A polgárőrök megerősített járőrözést folytatnak a környéken, a rendőrök pedig nyomoznak az ügyben.
Meg nem erősített információk szerint sikerült azonosítani az elkövetőket, forró nyomon van a hatóság. Ezen az ablakon jöttek be, kívülről látszik, hogy be van csukva, még mondhatjuk azt is rá, hogy zárva van, de egy egyszerű mozdulattal ezt így be lehet lökni, és ez a magasság is elég visszariasztónak mondható, de mégis megoldották a bejutást. A férfi mosdó ablakán jutottak be a Granada Hotelbe besúrranó tolvajok hétfőn a hajnali órákban. A recepciós éppen az épületet ellenőrizte, amikor történt az eset. Bár több kamera is el van helyezve a szálloda külső homlokzatán, illetve belső falain, az elkövetőket ez nem zavarta, arcukat sem takarták. A rögzített felvételeken látszik, ahogy először körbe szimatolnak a tolvajok. Felfeszítették azt az ajtót, amin több százezer fontos kár keletkezett, de ott nem tudtak bejutni. Majd a mögöttem látható WC ablakon jutottak be, bizonyára az egyik tartott bakot a másik elkövetőnek, és szépen csöndben bejutottak a szállodába, majd az ablak túloldalán egy WC található, ahonnan ugye már is abba a térbe érkezett a tolvaj, ahonnan körülbelül 1 perc 30 másodperc alatt már eltűnt a kamerák képernyőjéről. A tolvaj ennyi idő alatt lovasította meg az egyik fiókban lévő pénztárcát, amelyben 100 ezer forint volt. Az elkövetők a Granada Hotel után az egyik közelben lévő háznál próbálkoztak egy újabb lopással, ám a megszólaló riasztó megzavarta őket. A polgárőrökhöz is érkezett bejelentés az ügyben. A Kadafalvi Polgárőr Egyesület munkatársaival egyébként 45-en dolgoznak, most megerősített szolgálatban sűrűbben ellenőrzik a területet. Ahogy a információt megkaptuk, itt a minden négy járművünk, tehát ami a mi területünkön van, plusz meg személyi kocsikkal is erősítve a helyszínen vagyunk, figyeljük ezeket a mozgásokat vagy jelzéseket. Dr. Mák Kornél azt is elmondta, hogy nem csupán Kadafalván van most probléma. Petőfi városban is voltak jelzések, hogy hát kétes alakok eléggé rossz állapotú személykocsival csöngetnek be házakhoz, főleg az időseket. Figyelik, hogy asztalos munkát, különféle lehetőségeket biztosítótól jönnek, kínálnak. Fölmérik a ház állapotát, vagy megpróbálnak bejutni. Minél gyorsabban érkezik a jelzés a polgárőrök felé is, annál hatékonyabban tudják elejét venni a hasonló bűncselekményeknek. Ahol nagy számmal mozog a polgárőrség, ott szinte meg is szűnik egyébként az a mozgás, akár a tanyavilágba is, ahol klasszikusan azok a elkövetők, vagy személykocsik, vagy arcok, akik meg szoktak jelenni, tehát el is tűnnek. Tehát ezért nagyon fontos a jelenlét, még akkor is, hogyha csak járőrözik egy polgárőroktól, vagy kiszállnak, vagy a legváratlanabb időben megjelennek. A Granada Hotel átadta a felvételeket a rendőrségnek, mely alapján úgy tudjuk, hogy sikerült beazonosítani a tolvajokat. Meg nem erősített információk szerint egyikük egy másik településen élő, büntetett előéletű férfi. A hatóság keresi a tolvajokat. Újabb felújítási munkálatok kezdődtek az M5-ös autópályán, ezúttal Petőfi szállás térségében a Szeged felé vezető oldalon. Az üzemeltető AKA ZRT tájékoztatása szerint a 121-es és 126-os kilométer szervények között indultak burkolatfelújítási munkák. A kivitelezés ideje alatt a forgalmat ideiglenesen a leálló sávba, valamint részlegesen a haladó sávba terelik az előző sáv zárása mellett. A Petőfi szállási pihenőhelyre történő ki- és behajtás a terelés teljes időszakában biztosított marad. Az érintett útszakaszon 60 és 80 km/h sebességkorlátozásra kell számítani, várhatóan szeptember 9-éig. Ismét riasztották a Magyar Honvédség balti légtérrendészeti feladatban résztvevő vadászrepülőgépeit augusztus 30-án. A Gripenek riasztására ez alkalommal egy Szentpéterváról Kalinyigrádba tartó AN-72-es repülőgép kíséretét biztosító két Su-35 típusú repülőgép miatt került sor. Az orosz vadászgépek nemzetközi légtérben repültek, azonban nem teremtettek rádiókapcsolatot a légiforgalom irányítással, nem rendelkeztek repülési tervvel és nem használtak válaszjeladót.
A magyar vadászgépek a Balti-tenger felett helyi idő szerint 12 óra 50 perckor 9000 méteres magasságon sikeresen elfogták és azonosították a riasztást okozó légi járműveket. Ezt követően a Gripenek visszatértek litvániai állomáshelyükre. Kedden este a Nemzetközi Kerámia Stúdió augusztus 1-jel kinevezett új vezetője volt a Kecskeméti Televízió Múzsa című műsorának vendége. Sütő Erika a Kulturális magazinban beszélte a porcelánhoz fűződő kapcsolatáról, pályájáról és terveiről is. Tegnap este Sütő Erika a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Nemzetközi Kerámia Stúdiójának új vezetője volt a Múzsa magazin vendége. Sütő Erika keramikus művészként végzett a MOMÉ-n, majd diplomát szerzett porcelántervező és tervező művészként. Diploma után itt kezdtem el dolgozni, nyertem az NKA-tól mesterkurzusokra, illetve szimpózionon való részvételre lehetőséget. És akkor találkoztam Porobszner Jánossal, a stúdió alapítójával, illetve akkori igazgatójával, és ő meglátott bennem valamit, mert ő akkor már keresett egy szemét a budapesti galériájuknak, a múzeum galériának a vezetésére. Probstner János, a Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió alapító igazgatója életének 79. évében bekövetkezett halálával kapcsolatban Sütő Erika elmondta, szeretné tovább vinni azt a szellemiséget, amit Probstner János képviselt. Én is ebben szocializálódtam, illetve látom azt, hogy milyen hihetetlen értéket képvisel, és pont emiatt a családias és sajátos atmoszférával rendelkező hely miatt jönnek ide hozzánk a világ tényleg minden tájáról. Sütő Erika elmondta, nagyon szeretne a gyűjteménynek egy olyan kiállítóhelyet találni vagy kialakítani, hogy elérhetőbb legyen a közönség számára. Emellett szeretne új mesterkurzusokat és más összetételű szimpózionokat létrehozni. Az elmúlt időszakban idegenben és hazai pályán is bizonyítottak a kesi vízilabdásai a fiú utánpótlás Magyar Kupa meccsein. Ma a Kecskeméti fürdőben játszottak az idény szempontjából fontos mérkőzéseket a junior, serdülő és ifjúsági csapatok. A fiú utánpótlás Magyar Kupa utolsó mérkőzéseit játszották ma a kesi fiú vízilabda gyermek, serdülő és ifjúsági csapatai. A Kecskeméti fürdő 50 méteres versenymedencéjében a Szolnok játékosaival találkoztak a fiatalok. A kupa sorozatban 20 csapat versenyzett a nyáron 4 csoportban. Alapvetően minden mérkőzés a nyári időszakban, augusztus végén, vagy egyetlen az augusztusi alapozási időszakban elsősorban a felkészülést szolgálja. Tehát edző kollégák is itt elsősorban ennek szellemében végezték a felkészülési munkákat, azzal, hogy szeptember közepén egy kvalifikációs fordulóra kerül sor, ami a további felsőházi tagságunk biztosításáról hivatott dönteni. A Magyar Kupa meccsein a kecskeméti fiú vízilabdásoknak Szeged, Szentes, Szolnok és a BVSC csapataival kellett megküzdenie. Tegnap is Szegeden voltunk, a serdülők büntetőkkel kaptak ki egy nagyon szoros meccsen, az ifik is egy nagyon jó mérkőzést játszottak, és a gyerekek például fél ideig nem kaptak gólt a Szeged csapatától, sajnos elfáradtunk is a végére a Szeged diadalmaskodott idegenben, de nagyon jó, hasznos mérkőzéseket játszottunk idáig végig. Jánosi István szakosztályvezető hozzátette, hogy öröm számukra, hogy egy rangos versenyt rendez a Magyar Vízilabda Szövetség Kecskeméten. Szeptember 2. és 4. között ugyanis városunkban tartják meg az EONI Junior Nemzetközi Vízilabda tornáját, az U19-es magyar csapat Montenegróval, Németországgal, Szerbiával és Hollandiával fog összecsapni. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. Folyamatosan zajlik a tankönyvosztás az iskolákban. Sok helyen már megkapták az idei tanévre a csomagot, azonban a legtöbb intézmény szeptember 1-én adja át a könyveket a diákoknak. Az Izsáki út felújítása miatt megszűnt egy gyalogátkelő, valamint egy balra kanyarodási lehetőség. 1-én pedig kezdetét veszi az újabb iskolai tanév, ezzel párhuzamosan forgalom növekedésre is számíthatnak a közlekedők. Besurranó tolvajok jelentek meg Kadafalván. Augusztus 29-én a Granada Hotelbe törtek be az elkövetők, de a napokban több lakásnál is próbálkoztak a tolvajok. Ismét riasztották a Magyar Honvédség balti légtérrendészeti feladatban résztvevő vadászrepülőgépeit.
Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan Kiemelő című magazinunk következik. Mai magazinunkban először Hamzánél lakó Judittal, az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület titkárával beszélgetünk a lezajlott 25. térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállításról. Ezt követően pedig megtudhatják, hogyan változik a jogosítványszerzés a jövő évtől. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a címe híros.hu. A híres híreket 21 óra 5 perckor és 22 óra 10 perckor. Éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. Ezen kívül a kecskeméti tv.hu weboldalon bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Én köszönöm, hogy ma este velünk tartottak. Viszontlátásra! Csütörtökön a legtöbb helyen erősen felhős, borult lesz az ég, azonban több órás napsütésre is lehet számítani. Eső, zápor, többfelé valószínű, kevés helyen zivatar is lehet. A szél megélénkül, néhol meg is erősödik. Hajnalban 16 fokot, napközben 24 fokot mérhetünk. Pénteken felszakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap. A szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között alakul. Szombaton a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. A változó irányú szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum hőmérséklet 14 és 17, a maximum hőmérséklet 21 és 26 fok között várható. Százötven évvel ezelőtt, 1872. augusztus 31-én országos iparmű kiállítás nyílt Kecskeméten. Hazánk különböző vidékeiről több száz iparos érkezett a híres városba, hogy az ókollégiumban bemutassa termékeit, kézműves és ipari eszközöket, kertészeti és borászati termékeket, művészeti tárgyakat, divatcikkeket és találmányokat. A legismertebb gyár és kézmű iparosok között akadtak olyanok, akik a református főiskola épületében egy-egy termet önállóan is elfoglaltak érdekes műveikkel. Az iparmű kiállítás rendkívül sok érdeklődőt vonzott, a vonattársaság kedvezményes jegyet biztosította az ideutazóknak, az ország összes lapja beszámolt az eseményről. A részt vett iparosok közül többen elismerésben részesültek. A szervezők 48 arany, 125 ezüst és 115 bronzérmet osztottak ki közöttük.
Jó estét kívánok, ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban először Hamzánia Lakó Judittal, az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület titkárával beszélgetünk a szombaton véget ért 25. térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállításról. Ezt követően pedig beszámolunk arról, milyen változások lesznek jövőre a tervek szerint a jogosítványszerzésben. Már is kezdünk. Idén 25 éves a térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítás. Augusztus 23-tól egészen 27-ig a főtéren mutatkozott be a kiállítás 16 települése. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk most Hamzáné Lakó Judittal, az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület titkárával. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok. Az idei kiállítás csak milyen koncepcióval, milyen tervekkel fogtak neki, és ezt mennyire sikerült megvalósítani? A kecskeméti kistérség életében évről évre mindig ez a legnagyobb seregszemle, a Híros Hét Fesztivál, amikor a térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítás keretében bemutatkozhatunk. Természetesen a legfontosabb cél a helyi termékeink, élelmiszeripari, mezőgazdasági termékeinknek a bemutatása, de turisztikai és képzőművészeti értékeinknek a bemutatása is célként van kitűzve. Mekkora látogatószám volt idén? Körülbelül mit satszolnak? Hál' Istennek nagyon sokan voltak. Igazából nem mértük, de nyilván az egész Híros Hétnek nagyon sok látogatója volt, és így egyben akár több tízezer látogatónk is lehetett. Ugye 25 az azért egy nem kicsi szám, 25. kiállítás. Hogyan indult és hova fejlődött 25 év alatt ez a kiállítás? Igen, visszagondolva is elég hosszú ez az időszak. Igazából kezdetek óta én koordinálom ezt a kiállítást, és akkor még, mint tőzsgyökeres kecskeméti, friss mezőgazdasági agrármérnök, területfejlesztési szakember kerültem bele ebbe a feladatba, és kaptam ezt a megtisztelő feladatot, hogy mutassuk be Kecskemét főterén első ízben a Kecskemét térségi értékeket. És hát ez egy fantasztikus feladat volt akkor is. Egyesével jártuk körbe a településeket, és beszéltük át a polgármesterekkel, hogy mi is lehet az a különlegesség, amivel ők bemutatkozhatnak itt a városban, hiszen számukra ez óriási megtiszteltetés volt, nagyon örültek ennek a lehetőségnek, és mindig is látták ennek a marketing oldalát, hogy mennyire fontos. És menet közben ez egy nagyon komoly közösségé formálódott, ez a kecskeméti kistérség. Kezdetektől fogva 18 település, most már 21 település alkotja. Tulajdonképpen a megye legnagyobb térsége, 167 ezer fős térségről van itt szó, de mégis egy fantasztikus nagy családdá nőttük ki magunkat. Ahogy visszaemlékszik a kezdetekre, a kiállítók száma, vagy összetétele, vagy a kiállított termékek mennyiben változott a 25 év alatt? Igazából természetesen az élelmiszer volt mindig is fontos, hiszen a helyi termékek bemutatása és az egészséges élelmiszernek a fogyasztására való hangsúly fektetése volt egy nagyon fontos cél, és igazából természetesen, ahogy a cégek változtak, a termékpalettájuk változott, úgy változtak ezek a termékek is, de nagyon sokat tanultak egymástól a kistermelők, hogy hogyan csinosítsák ezeket a termékeiket, mi az, amivel ők évről évre megújulhatnak, tehát mindig újat tudtunk mutatni. Térjünk vissza az idei kiállításra. Milyen programok voltak, mik a legnépszerűbb programok a látogatók között? Hát az egyik legkülönlegesebb alkalmunk volt a miniszteri megnyitó. Ugye megtisztelt bennünket dr. Nagy István agrárminiszter úr, ami számunkra egy fantasztikus alkalom volt, és megerősített bennünket abban, hogy ez az irány, amit az Egyesület végez, ez egy jó irány, biztatott bennünket, hogy ne csüggedjünk, és itt a gazdák vonatkozásában is hát biztatta őket is, hogy nagyon fontos, hogy minden föld meg legyen művelve, helyi terméket készítsünk, ezeket vigyük piacra, tehát ennek a marketing lehetőségeit tárjuk fel, és az agrártárca segíteni fog ebben.
Egyébként a helyi termékben tényleg érték van, de mennyiben segít ez a kiállítás, hogy a helyi termelők egymás termékeit megismerjék, innováljanak? Uh-huh. Ehhez hozzá tud járulni egy ilyen kiállítás? Igen, természetesen nagyon sok kóstoló van ezeken a kiállításokon. Itt nem csak a helyi lakosság kóstolja ezeket a termékeket, hanem az adott napon a házigazda településeknek a gazdái is jelen vannak, és ismerkednek egymással, tehát itt üzleti kapcsolatok is szövődnek és kötődnek. Tehát igazából... ez egy jó lehetőség. Nem csak kifelé, hanem befelé is ugye fontos ez a kiállítás. Igen. Viszont a 25 évet egy különleges levessel ünnepelték meg. Igen, elkészült a térség levese első alkalommal. Igazából az volt itt a koncepció, hogy minden település hozzon egy olyan hozzávalót ehhez a leveshez, ami számukra, vagy őrájuk jellemző, amit ott termelnek helyben, és ezek az ízek itt összekovácsolódtak. Tudunk ebben példát mondani? Igen, például Helvéciáról érkezett a burgonya, Orgoványról a sertéshús, tehát Lajos Mizse hozta természetesen a vizet, a finom ásványvizet hozzá, Top Joy termékeket fogyasztottunk az üdítőkből, Nyárlőrincről, tehát de karalábé, zeller, kelkáposzta, tehát mindenféle vegyes zöldség volt ebben a gulyás levesben itt főtt össze, és ez fantasztikus élmény volt számunkra, hogy együtt fogyaszthattuk el ezt a finomságot. Ez hagyomány lesz jövőre is, ez térség levese? Elképzelhető. A 26. alkalommal is. A települések maguk mit tudnak profitálni abból, hogy itt is, ugye itt a kistérség települései megmutatják magukat? Hát számukra ez nagyon fontos, hiszen turisztikailag is fontos számukra, hogy megismerjék őket, és igazából itt az értékeiket ki tudják állítani, kis filmeket mutatnak be, és az év során pedig úgynevezett értékjáró sétákat, túrákat szervezünk a kis településekre, hogy itt a kecskeméti lakosok is előnybe részesítsék ezeket a célpontokat a kirándulás során. Ugye véget ért a kiállítás, de az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület nem pihen. Mivel ténykednek most? Most éppen zajlik a legszebb konyhakertek zsűrije. Több mint 10 kiskertet látogattunk már meg Győri András főkertész úrral és Kocsis Pál borrend elnökkel. Nagyon izgalmas ez a munka is, hiszen a kiskertművelőket is biztatjuk ezáltal, hogy értékes ez a tevékenység, amit ők végeznek, és példát mutatnak a helyi lakosok számára ezáltal. És természetesen készülünk az őszi helyi termékünnepre, amely majd szeptember 30-án kezdődik Kecskemét főterén. Akkor nem sok időben pihenésre. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm, viszontlátásra. Az augusztus elején módosult rendelet értelmében a szimulátorok használata bekapcsolódhat a jogosítványszerzés gyakorlatába jövőre. Szakemberek szerint több órányi vezetési gyakorlatot is ki lehetne váltani a szimulátor használatával. A jogosítvány megszerzéséhez szükséges feltételek nem változnak. Továbbra is 580 kilométert kell majd levezetni, minimum 30 gyakorlati óra alatt. A most megjelent miniszteri rendelet szerint változások érintik majd januártól a jogosítványszerzőket. Sok tanulóvezető kis utcákban vagy parkolókban gyakorolja a vezetést a jogosítvány megszerzése előtt, ami szabálytalan és nem biztonságos. Szakemberek szerint több órányi vezetési gyakorlatot is ki lehetne váltani a jövőben szimulátorokkal, ami biztonságosabb, mint az éles helyzetek. Lehetőséget ad arra, ugye majd a rendelet, hogy szimulátoron lehet majd gyakorolni a hallgatóknak. Igazából ez azt a lehetőséget adja majd nekik, hogy tényleg egy ilyen ingerszegény környezetben tanulják meg ugye az alapvető gépjárművezetés kapcsolatos műveleteket. Igazából az elindulás, a megállás, a kormánykezelést, és ugye nem fogja őket zavarni esetlegesen ugye a gyalogosok vagy a kerékpárosok, és ezután fognak majd kikerülni autóra.
Füredi András hozzátette, tapasztalatok azt mutatják, hogy gyorsabban megtanulták a járművezetést azok, akik szimulátoron kezdték a gyakorlást. A változások a tanulóvezetőket és az oktatókat egyaránt érintik. Az egész rendszer digitalizációja zajlik, amelynek értelmében digitális vezetési kartont kell majd tölteni és bejelenteni az oktatóknak a közlekedési alkalmassági központnál. Bevezetésre kerülhet, tehát a rendelet megengedi most már ugye az elektronikus vezetési karton használatát majd. Ezt is majd meglátjuk, hogy hogyan és milyen módon fog történni, mert mondom, ez még mindig csak egy tervezet, majd hogyha megjelenik a képzési vizsga szabályzatunk, hogy abban benne lesz majd, hogy ez hogyan és mint történik. Még változás lesz, hogy kicsit ellenőrzöttebb formában történik majd az oktatás olyan szempontból, hogy az oktatóknak a képzés megkezdés előtt 2 órával jelezniük kell majd a KAP felé, hogy honnan fognak indulni a tanulóval, és mikor indulnak, illetve hova érkeznek, és mikor. A jogosítvány megszerzéséhez szükséges feltételek nem változnak. Továbbra is 580 kilométert kell majd levezetni minimum 30 gyakorlati óra alatt. Most ugyanúgy nem óra alapú, hanem perc alapú lesz majd a számolás, és ha netalán valami oknál fogva 30 percet fognak vezetni, és úgy dönt az oktató, hogy nincs értelme tovább vezetni most, mert nem tud úgy odafigyelni a tanuló, akkor esetlegesen abba adják az órát, és amikor kezdi, akkor hozzá fogja adni azt a perceket, amit később fog vezetni, de az nem változik, tehát elvileg a kötelező minimum óra szám az 29 óra lesz, és 1 óra a vizsga. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben, következzen az Esti Gyors. Folyamatosan zajlik a tankönyvosztás az iskolákban. Sok helyen már megkapták az idei tanévre a csomagot, azonban a legtöbb intézmény szeptember 1-én adja át a könyveket a diákoknak. Az Izsáki út felújítása miatt megszűnt egy gyalogátkelő, valamint egy balra kanyarodási lehetőség. 1-én pedig kezdetét veszi az újabb iskolai tanév, ezzel párhuzamosan forgalom növekedésre is számíthatnak a közlekedők. Besurranó tolvajok jelentek meg Kadafalván. Augusztus 29-én a Granada Hotelbe törtek be az elkövetők, de a napokban több lakásnál is próbálkoztak a tolvajok. Ismét riasztották a Magyar Honvédség balti légtérrendészeti feladatban résztvevő vadászrepülőgépeit. Az elmúlt időszakban idegenben és hazai pályán is bizonyítottak a kesi vízilabdásai a fiú utánpótlás Magyar Kupa meccsein. Ma a kecskeméti fürdőben játszottak az idén szempontjából fontos mérkőzéseket a junior, a sertülő és ifjúsági csapatok. Kedves nézőink, hírórával holnap is várjuk Önöket este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Én köszönöm a esti megtisztelő figyelmüket, számítunk Önökre holnap is. Viszontlátásra!